A hiposzenzibilizáció az allergia gyógyításának igen hatékony módszere. Olyan pácienseken alkalmazható, akik egy adott allergénre erősen érzékenyek. Az érzékenységet vérképelemzéssel lehet kimutatni. Ezzel a lelettel kell a páciensnek az allergológiai rendelőbe mennie, majd kezdetben hetente, később havonta kap egy-egy adag allergént. A kezelés a páciens reakciójától függően 3-5 évig tart. A panaszok pedig végül minimum 50%-kal csökkennek, vagy teljesen megszűnnek. Ennek a terápiának a hatásmechanizmusa teljesen másféle a megszokotthoz képest. Ugyanis a szervezetet arra sarkaljuk, hogy harcoljon az allergénnel, vagyis megfelelő módon és ne túl erős reakcióval válaszoljon az allergénre. Tulajdonképpen növeljük az immunoglobulin szintjét, ezáltal csökken vagy megszűnik az allergiás reakció. Ez egy hosszú távú valódi terápia, minden más opció csak tüneti kezelés. A módszer hátránya, hogy a kezeléshez szükséges allergének beszerzési költségeit a páciensnek kell fedeznie. A páciensnek átadjuk az orvosi jelentést, valamint a torlakintézet telefonszámát, ahonnan megrendelheti az allergéneket. Mint egy fél évvel ezelőtt egy üvegcsepp pollen a torlaknál 1100 dinárba, egy üvegcsepp poratka pedig 2300 dinárba került. Első körben a páciens egy egész komplettet, vagyis 4 üvegcsét rendel. A bejelentés szerint a Vajdasági Tüdőgyógyászati Intézetben a hiposzenzibilizáció módszerét alkalmazni fogják a méh, darázs és lódarázs csípésre allergiás pácienseknél is.